Sziasztok, ez a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás, és most egy különleges helyszínről jelentkezem be, hiszen tudjátok, eljöttem nyaralni, itt vagyok most a családdal, most már megmutatom, mert így egyszerűbb a dolog, esünk túl rajta, nem nagyon szeretek nyarásokról bejelentkezni, ugye ez a privát élethez tartozik, de a lényeg az, hogy nem akarlak benneteket info nélkül hagyni, mint a YouTube csatornán, ez egy párszor meg fogom tenni is a nyaralás alatt, tehát, mint láthatjátok, itt a háttérben a Maldív-szigeteken vagyunk. Ez az a hely, ahol mindig szeretek visszatérni, mert ez mindig feltölt engem. Elég nagy pörgésben vagyok én a hétköznapokban, és ez úgymond tényleg ugye a semmit tevésről, az egész napos játékról szól a gyerekekkel, tehát jó kajálásokról. Na mindegy, szóval szerintem értitek a lényeget, a feltöltődésről, hogy utána újabb erővel neki tudjak vágni az újabb és újabb projekteknek. És akkor egy pár szót említenék arról, amit már a Patreonosok úgymond láthattak, hiszen hétvégén ott megígértem, hogy folyamatosan azért írásos formával közé fogom tenni a különböző fontosabb információkat, de akkor itt foglaljuk össze, és akkor egészítsem is ki egy pár dologgal. Tehát nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy a Bitcoin ára most nem csinál sok mindent, és a piac azt látjuk, hogy gyengélkedik, a Bitcoin hash ráta rekordot döntött, tehát magasabban van, mint májusban. Ez azt jelenti, hogy hiába volt ugye ez a nagy bezuhanás Kínának köszönhetően, ugye májusban, hogy azt mondták, hogy a Bitcoin bányászok nem bányászhatnak tovább Bitcoint ugye a Kína területén. Ez szépen ugye átvándorolt más országokba, itt most az Egyesült Államok lett a vezető, és ugye ott van még Kazasztán is, és sorolhatnám az újabb országokat, ahol átvándoroltak a bányászok, és ismételten új rekordot döntött, tehát áresés ide, áresés oda, a Bitcoin továbbra is nagy erőkkel bányásszák. Miért nem emelkedik az ár? Az ár egyszerűen azért nem emelkedik, ugyanis a többsége ezeknek ugye OTC-n, tehát out of counter-en keresztül történik, tőzsdén az váltókon kívül. Ez azt jelenti, hogy peer-to-peer, tehát felhasználó és felhasználó között történik a Bitcoin tranzakció, nincsen hozzá szükség váltóra, és ez viszont nem mutatkozik ezért meg az árban, tehát a nagyok továbbra is vásárolnak, ezt a blokkláncon lévő adatok mutatják, viszont az ár ettől nem tud igazából emelkedni. Aztán bizonytalanság továbbra is a Fed részéről, ugye amit várunk, azt a bejelentést majd ebben a hónapban, Jeremy Powell részéről, meglátjuk, hogy majd melyik irányba megyünk, sokan ugye rossz előjeleket látnak, hogy hát ez nem fog kedvezni a piacnak, és sokan ilyenkor kivárni szeretnek. Aztán történnek olyan dolgok is, mint például a Pepsi, egy újabb giga cég belépett az NFT-k világába, méghozzá úgy teszi ezt, hogy az indulás évéhez van kötve a szám, 1893 egyedi NFT-t hoz ki, és ez ismételten csak tovább népszerűsíti az NFT-k, és természetesen ezáltal a kriptóvilágát is, hiszen gondoljatok bele, Pepsi óriási cég, és ott is lesznek egyedi NFT-k, amiket lehet majd gyűjteni. Aztán a Meta, tudjátok, Facebook, pedig azon dolgozik, hogy a WhatsApp felhasználók tudjanak egymás között kriptót stablecoin formában küldeni. Tehát ez is egy nagyon nagy dolog, gondoljatok bele, az összes WhatsApp felhasználó egymásnak tudna majd küldeni kriptovalutát stablecoin formájában, tehát most ezen dolgoznak jelen pillanatban. Tehát azt lehet látni, hogy továbbra is ez az iparág fejlődik, továbbra is lehet látni, hogy nagyon nagy igény van rá, és ezek azok az időszakok, amikor az ár egy kicsit leesik, amikor akik lemaradtak, vagy pedig folyamatosan gyűjtenek, tudnak ismételten valamit bevásárolni akkor belőle. Természetesen egy hónappal ezelőtt nem erről szólt a fáma, de ezért mondom el mindig, hogy oké, hogy 2013-hoz, 17-hez hasonlítjuk magunkat, és igen, az alapján tényleg lehetett látni, hogy naha, akkor ez történt, és akkor az történt, akkor decemberben hogy fogunk felfelé menni, de ne felejtsük el, hogy most teljesen más a piaci helyzet. Ez azt jelenti, hogy most már rengeteg intézményi befektető van, akik szeretnének befektetni, minél olcsóbban hozzájutni. Lehet, hogy megváltozik ugye ennek az egésznek a ritmusa. Ne felejtsük el, hogy rendben halving és rendben Bitcoin felezés, jutalomfelezés, de a 90%-a már a Bitcoinnak ki van bányászva. Tehát igaz, hogy 2140-ig lehet majd bányászni Bitcoint, de a 90% már kint van, több mint 18 millió 800 ezer nagyságrendileg. Szóval itt is változnak majd a dolgok, ezért fontos naprakésznek lenni, és tényleg mindig megnézni azt, hogy a piac éppen hogy áll, annak megfelelően lépni. Tudjátok, mindig elmondom, azok, akik folyamatosan a növekedésnél vesznek ki profitot, azoknak mindig van visszaforgatni való
amikor ismételten újabb jó vételi pozíciók vannak, mint például most is, és nem mondom azt, hogy nem mehetünk tovább lefelé természetesen. Hosszú távon abszolút nem foglalkoztat, mert hosszú távon az a lényeg, hogyha benne vagyunk, akkor mindig, ha kizummolunk, akkor látjuk, hogy magasabban és magasabban és magasabban van a Bitcoin ára, az Ethereum ára, és még sorolhatnád. Viszont mindig vannak ilyen időszakok, és most úgy néz ki, hogy az emberek azért is szomorúak, mert hogy Plan B milyen jól belőtte az előző pár hónapot, és most ugye nagyon nem jött be a 98.000-es Bitcoin ára, amit ugye predesztinálta december elejére, november végére. Hát ez van, ezzel együtt kell élnünk. De azt nem jelenti azt, hogy jövőben ez tovább nem mehet majd akkor természetesen felfelé. Jó, most ezek a videók ilyen rövidek lesznek, nem lesz most kérdezz-felelek, az mindig akkor van túl a stúdióban, akkor visszatérek. Nem mondom, hogy minden nap bejelentkezem, majd meglátom. A Patreonban folyamatosan minden nap teszem fel a frissebb információkat írásos formában, tehát akik akarják, követhetik. Mindegy, hogy most te VIP vagy, vagy szatosító, ugyanúgy látni fogod, tehát most ezt nem teszek különbséget, az lényeg, hogy minél több emberhez eljusson az információ. De a lényeg, hogy itt a YouTube-on is fogok fölteni videókat, csak itt kicsit gyengébb az internet, tehát nem olyan könnyű a feltöltés. Ezt is egy butítottabb formában, nem 4K-ba fogom majd akkor feltenni, és akkor szerintem már sokkal jobb lesz, hamarabb fölkerül, nézhető a dolog, jó? Tehát mindenkinek kitartás erre az időszakra, mert tudom, hogy nagyon sok mindenkinek nehéz, tudom, hogy sokan várták decemberre ezt az emelkedést, még nem tudom, mi lesz, a Bitcoin az mindig okozhat meglepetést, hiszen csak most is azt tette, az is egy meglepetés, ami most történt, de a lényeg az, hogy ha hosszú távon gondolkozunk, akkor még simán lehet és folytatódhat ez a pikás periódus. Én nem gondolom most azt, hogy ez egy medvés időszak, úgymint már, hogy medve piac kezdődött hosszú-hosszú időkre, évekre, hanem inkább úgy gondolom, mint ahogy a május történt, hogy itt egy medvésebb időszak van, hogy ez milyen hosszú, azt meg természetesen senki nem tudja előre, jó? Ezért fontos, hogy mindig figyeljük az aktuális dolgokat, és annak megfelelően lépegessünk, és ha mindig a fölfele menetben meg gigásziat mentek, tehát nézzük, Avalanche 11 dolláron volt júliusban, Solana 26 dolláron volt, Bitcoin 28 ezeren volt, Ethereum 1800-on volt. Még mindig bőven pluszban vannak azok, akik mindig a mélypontokon vásárolnak, és utána onnan mennek felfele. Ezt egyszerűen így működik, ez a ritmus a piacnak, ezt meg kell érteni. Sajnos nem mi szabályozzuk a piacot, mi csak ugye a morzsákat szedegetjük, próbálunk itt a farvízé nevezni. Nos, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, hamarosan jövök egy újabb videóval. Sziasztok!